A hősökre emlékeztek március 15-én Gyöngyösön. 22 millió forint esélyegyenlőségi programokra. 90. születésnapot ünnepeltek. Jó estét kívánok, ez az aktuális március 16-án, már is jönnek híreink részletesen. Ne hagyjuk elfeledni hőseinket, emlékezzünk és emlékeztessünk. Erre hívta fel az ünneplők figyelmét beszédében Báriné dr. Gál Edit múzeum igazgató a gyöngyösi városi ünnepségen. A megemlékezés Bogdán József egykori honvédtizedes sírjánál kezdődött, majd a Mátra Múzeum 48-as emléktábláját koszorúzták meg a pártok, intézmények és különböző szervezetek képviselői. Az ünnepség sorozata 48-as emlékműnél a máltai diákok műsorával ért véget. Az 1899-ben elhunyt Bogdán József tizedes sírja az utolsó megmaradt 48-as vonatkozású sír Gyöngyösön. A Városszépítő és Védő Egyesület javaslatára évek óta itt kezdik a koszorúzást a civil szervezetek március 15-én. Idén Németi László, az Egyesület titkára mondott itt beszédet, és mint reménykeltő ünnepről szólt március 15-éről. Az a nap, amelyre ma emlékezünk, 1848-ban új, korábban nem ismert fényt hozott az emberek életébe. A szabadság fényét, a társadalmi felemelkedés, a nyugatos polgárosodás reményét. A városban 1882-ben volt az első hivatalos 48-as megemlékezés Schulz Frigyes egykori százados sírjánál. Akkor több ezren vonultak ki a temetőbe. A Bogdán sírhoz ma már kevesen zarándokolnak el, akik viszont eljönnek, azok mindannyian koszorúznak is, minden 48-as hősre emlékezve. Ez már a március 15-i megemlékezések következő helyszíne, az Orci kastély, ahol az 1849. április 1-én itt tartott haditanács emléktáblájának koszorúzására gyűltek össze az ünneplők. Az idei ünnepségen a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert szakközépiskolájának diákjai léptek fel. Énekük után kezdődött a koszorúzás, melyen a helyi önkormányzatok és hivatalok, országgyűlési képviselők, pártok, egyesületek és egyházak, valamint a város intézményei helyezték el az emlékezés koszorúit. A megemlékezők ezután az 1848-49-es emlékműhöz vonultak, ahol folytatódott a forradalom és szabadságharc 167. évfordulójára rendezett városi ünnepség. Itt Báriné dr. Gál Edit történész múzeumigazgató ünnepi beszédét hallgathatták meg. A szónok március 15-e kapcsán a szabadságharc helyi hőseiről emlékezett meg. A városban kiemelt figyelem és megbecsülés övezte a szabadságharc élő mártírjait. A forradalom után 60 évvel még 9 48-as honvéd élt. Baltás Ferenc, Bádonyi Pál, Borhi Bertalan, Bogdán János vagy Horvátra Bantal nevét ma már nem sokan ismerik, pedig ők ugyanúgy a gyöngyösiek hősei, mint Bugát, a Vahotok vagy Almási Pál, emlékeztetett rá Báriné dr. Gál Edit. Nekünk, késői utódoknak, ma élő gyöngyösieknek az a kötelességünk, hogy megemlékezzünk azokról a névtelen hősökről is, akik a város szülötteként, illetve diákjaként szereztek maguknak el nem évülő tiszteletet és megbecsülést a szabadságharc idején. Az ünnepség további részében a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert szakközépiskola és szakiskola tanulóinak Emelt fel fejedet, büszke nép című műsorát láthatták az egybegyűltek. Zárásként Hisz György polgármester és Jakkel Mihály, a Városszépítő Egyesület tiszteletbeli elnöke helyezett el koszorút a Kossuth szobornál. A március 15-i ünnepi műsor hosszabb összefoglalóját 4-8-kor láthatják itt a Gyöngyösi tévén. Még az ünnep előtt pénteken és szombaton is figyelemfelhívó kampány keretében a város több pontján kokárdát osztott a Jobbik helyi ifjúsági tagozata. Az önkéntesek a Berzenagy János gimnázium, valamint a Nagy és Kispiac közelében adtak ajándékba kokárdákat a járókelőknek. Kitűzhetem önnek? Tűzve. Néhány óra alatt elfogytak azok az ajándékkokárdák, amelyeket a Jobbik helyi ifjúsági tagozata osztotta a város több pontján még március 14-én. A párt helyi szervezetet több éve csatlakozott a figyelemfelhívó kampányhoz. A Jobbik ifjúsági tagozat harmadik alkalommal szervezte meg országosan a kokárdosztást. Hagyománnyá vált, tehát pontosan ahogyan 2013 márciusában útjára indítottuk ezt az akciósorozatunkat, már akkor is mondtuk, hogy szeretnénk hagyományt teremteni belőle. Mai napon országban 30 000 darab kokárdát osztottunk szét.
Bús Árpád Zsolt szerint az akció sikeres volt, hiszen néhány óra alatt több száz kokárdát osztottak szét. A lakosok többsége pedig pozitívan reagálta a figyelemfelhívó kampányra. Nagyon jók a tapasztalatok. Idén egy pici újítást is megpróbáltunk belehozni, hogy kis dalokkal meg zenei aláfestéssel osztottuk itt a kokárdát. Nagyon jók a tapasztalatok, tehát közel 500 kokárdát osztottunk szét a két nap alatt. És nagyon-nagyon pozitívan fogadták az emberek, volt, aki meglepődött rajta, volt, aki örült, volt, aki diák, aki mondta, hogy most életet mentettünk, mert most az osztályfőnöke megintette volna, ha nincs kokárda nála. Nem csak Gyöngyösön osztott kokárdát a Jobbik. A párt külhoni szervezetei közül a Nagyváradi, a Marosvásárhelyi és a Sepsiszentgyörgyi is csatlakozott a kampányhoz. Járási esélyegyenlőségi program megalkotása a célja annak a területi együttműködésnek, melynek kialakítására közel 22 millió forintot nyert a gyöngyösi önkormányzat. A projekt kapcsán kialakuló szakmai együttműködés többek között lehetővé teszi a szegénységben élő gyerekek helyzetének javítását, a roma népesség hátrányának és a velük kapcsolatos diszkrimináció csökkentését. Az esélyegyenlőségi program megalkotásával hosszú távú cél a lakosság egészének megszólítása és a szemléletformálás, hangzott el a tájékoztatón. A projekt támogatja a járáshoz tartozó önkormányzatok együttműködését, mely lehetővé teszi számukra, hogy a 2014-2020 közötti időszakban sikeres felzárkózási és esélyegyenlőségi fejlesztések valósuljanak meg. Az esélyegyenlőségi program az nem csak a hátrányos helyzetűek romákról szól, hanem általában hátrányos helyzetű emberekről, szegényekről, olyan körülmények között élőkről, és hát az lenne jó, hogyha a következő 5-6 év uniós pályázataiba ezek az elemek már megjelennének, összetudnánk hangolni, közösen tudnánk pályázni, és ezékkel ezeket az esélyegyenlőségi programokat is összehangolni. Ezzel kapcsolatban számítanak a járásban tevékenykedő civil szervezetek munkájára, és az egyházak, érdekképviseleti szervek, kisebbségi önkormányzatok, közintézmények, oktatási intézmények bevonását is tervezik a programba. Egy járási esélyteremtő programot, egy esélyegyenlőségi programot szeretnénk a járási településekkel együtt elkészíteni. Ennek azért van fontos szerepe, hogy ne csak mi Gyöngyös gondolkodjunk, hanem gondolkodjunk együtt a járási településekkel, és az ott élő problémákat úgy próbáljuk megoldani, illetve felderíteni, hogy minden környező településnek a szempontjait figyelembe vesszük. Az esélyegyenlőségi programtervben szeretnék feltárni a szociokulturális különbségeket, a romák elfogadását elősegíteni, és a szegénységben élő gyerekek helyzetére megoldást találni járási szinten. A munka során külső szakértők munkáját is igénybe veszik, kerekasztalbeszélgetéseket, workshopokat szerveznek a novemberig tartó pályázati időszakban. 90. születésnapja alkalmából köszöntötte a város polgármestere Réffalvi Klárát, Fodor Gábor édesanyját. Réffalvi Klára jó egészségnek örvend, legszívesebben gyermekei és unokái születésére emlékszik vissza. Férje 86 évesen 2 éve hunyt el, azóta egyedül él, viszont családja gyakran meglátogatja. Mindenki tisztességesen, becsületesen élje végig az életét. Ezt tanácsolja Réffalvi Klára, akit Hisz György polgármester köszöntött 90. születésnapja alkalmából. Fodor Gábor édesanyja 1925. március 7-én született Gyöngyösön. Már 17 éves korában a polgármesteri hivatalban dolgozott, később pedig a városi tanácsnál, a legtöbbet a pénzügy és az egészségügy területén. Kitüntetéssel 1980-ban ment nyugdíjba. Klára néni azt mondta, nincs különösebb titka a hosszú életnek, és azt is hozzátette, köszönetet ad élete legszebb napjaiért. Amikor a gyerekeim születtek, amikor lassan-lassan növegedtek, annál szebb évek nem voltak. Azok nagyon szép évek. Együtt tölteni, látni, ahogy fejlődnek, és ahogy nyílik a kis gondolkodásuk, agyuk. Az a legszebb egy édesanyának. Réffalvi Klára egyedül él. Férje dr. Fodor Árpád 2012-ben hunyt el. Hisz György polgármester szerint fontos, hogy mindenki megbecsülje az időseket. Egy ilyen köszöntés alkalmával ő is sok érdekes történetet hall. Azt gondolom, nagyon sok tapasztalatot is szerez az ember azokból a emlékekből, elmondásokból, amit ezek az idős emberek közreadnak. És itt Klárika néni is egy olyan emberrel dolgozott együtt, akire a város is büszke lehet, hiszen Puki Árpáddal
ő még dolgozott együtt annak idején a 40-es években, úgyhogy sok érdekes dolgot tapasztal, és hát én rendkívül örülök, hogy ezeket az embereket még láthatom, beszélhetek velük, köszönhetem. Klári nénire fiai is büszkék, kisebbik gyermeke Fodor Gábor politikus azt mondja, nála jobb édesanyját nem is kívánhatott volna. Nekem is volt kamaszkorom, persze én is volt, amikor a családdal hadilábon álltam, de egy biztos, hogy mindig tudtam, hogy szóval itt engem állandóan szeretet vett körül. Tehát még ha csináltam esetleg olyan dolgokat, amiket később megbántam, vagy ma is már kritikusan néznék vissza rá, ők mindig szeretettel néztek rám. Réfalvi Klára azt mondja, számára a legszebb születésnap az, amikor az egész családdal együtt ünnepelhet. Tisztújító közgyűlés tartotta Gyöngy Nagyi nyugdíjas szervezet a Mátra Honvéd kaszinóban. A 4 évvel ezelőtt megalakult egyesület a 2014-es évet is értékelte. A klub az év minden szakát hasznosan tölti el, kirándulnak, sportolnak, egészségügyi előadásokon vesznek részt, sőt, saját tánccsoportjuk is van. Lejárt a vezetőség mandátuma, ebből az apropóból tartott közgyűlést a több mint 40 fős Gyöngy Nagyi nyugdíjas szervezet. Emellett pedig, ahogy minden év elején, most is értékelték az egyesület munkásságát, valamint a költségvetést. 45-en vagyunk, az életkor 60 fölötti és 70 fölötti, sajnos most veszítettük el az egyetlen 80 éves tagunkat, őt múlt héten temettük. Hát a kirándulásokkal töltjük, egészségügyi előadásokkal, sportolunk, tánccsoportunk van. Múlt évben és előtte is a Senior Táncfesztiválon részt vettünk, aranyminősítést kaptunk. A gyűlésen Hisz György polgármester arra biztatta a jelenlévőket, hogy használják ki a pályázati lehetőségeket. Létezik egy 3 millió forintos keret, amelyre csak a nyugdíjas szervezetek pályázhatnak. Egy közösségnek, egy társadalomnak, egy városi közösségnek az egy mércéje, hogy mennyire becsüli meg azokat az embereket, akik tisztességben, békében, nyugdíjba mentek. Most már többé-kevésbé csak magukkal kell foglalkozni, akár elszállítunk a párjukat, de jobb, ha nem foglalkozik a párjában, az csak mondott jelent, hanem tényleg egy ilyen jó közösségben itt vannak, tehát mi szeretnénk ehhez pici pénzzel betársulni. A nagy létszámú csoportnak főként női tagjai vannak, akadnak azonban férfiak is. Fontos, hogy az idős emberek is közösségben lehessenek, hangsúlyozta Darók Szilárdné. Nagyon szeretnek együtt lenni, ezt mutatja a 90-95%-os jelenlét a klubfoglalkozásainkon. Mindig tartalmas a klubfoglalkozás, ebben az évben 4 alkalommal lesz az egészséges életmódról előadás. Szinte mindenki itt van. Könyveket vásároltunk, egy picit az életmódon fogunk változtatni. A tisztújító gyűlésen ellenszavazat nélkül Darók Szilárdné maradt az elnök. Az NB1 és férfi kézilabda bajnokság rájátszásának 3. fordulójában a budapesti Pler csapata látogatott Gyöngyösre. A zöldmezes hazaiak szokásos huszáros rajtot vettek, és a fél időig meg sem álltak 17-9-ig. A fordulás után sem hagyott alába lendület, gyakran 10 gól volt a két csapat között. A végeredmény tekintve mindez tovább nőtt, és végül 37-21 arányú gyöngyösi siker született. A legfontosabb, hogy tartsuk a 7. helyünket, mindenféleképpen próbáljuk lehetőség szerint a legkisebb veszteséggel végigjátszani ezt az alsóházi playoffot, és az azért jó. A másik hozadéka az, hogy néhány játékosnak van esetleg önbizalomhiány problémája, sőt az egész csapatnak vannak olyan dolgai, ami javításra szorul, azt gondolom ez mindenféleképpen előre viszi az ügyünket. Holnap este edzünk egyet, csinálunk egy kis fizikális munkát, hétfőn taktikai, illetve holnap este megnézzük az ottani meccsünknek bizonyos szakaszát, ami javítanunk kell, és azt gondolom, hogy a legfontosabb, legalábbis én amire gondolok most, hogy a fejekből valahogy kiűzzem ezt a mezőkövetes fóbiát, és ugyanilyen felszabadultat tudjunk kedden kézilabdázni. A mérkőzésen jelen volt a klub elnöke Nagy Attila is. Kíváncsiak voltunk, ő hogyan látta a csapat játékát. Én azt látom, hogy a csapat egy nagyon nagy mélypontban van, vagy volt, remélhetőleg ez múlt idő. Én arra kértem a szurkolókat a meccs előtt, hogy mindenképpen most még erőteljesen biztassák, és próbálják kihozni ebből a holtpontból a csapatot. Remélem, hogy sikerült. Igazából ez nem volt annyira mérvadó. A keddi lesz, amikor egy
egy nagyon fontos vízválasztó meccsünk lesz. Bízom benne, hogy egy szinte hasonló pozitív képet fogunk látni akkor is. A klub elnökétől megtudtuk, hogy a kedden Mezőkövesd ellen 18 órakor kezdődő magyar kupa mérkőzésre ingyen engedik be a szurkolókat, ezzel is arra ösztönözve őket, hogy biztassák a fiúkat a győzelem megszerzésében. Ne feledjük, 7 gólos különbséget kell majd ledolgozniuk, de ha a Tatabányi és a Csurgó ellen már sikerült, miért ne sikerülne a Mezőkövesd ellen is? Évente 7 milliárd forintba kerül majd a katasztrófavédelemnek a kéményseprő szolgáltatás ellátása, írja a Napi Gazdaság. A rendszeres és kötelező kéményellenőrzés és tisztítás azonban a lakosságnak ingyenessé válik, ami háztartásonként 1000-2000 forintos megtakarítást jelent majd éves szinten. Jelentősen megváltoznak idén a közbeszerzési szabályok. A tervek szerint a támogatások ellenőrzésére a kifizetések előtt kerül majd sor, az eljárásokat pedig 3 hatóság ellenőrzi, ez viszont időben elnyújthatja a döntési folyamatot. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. A Magyar Telekom 390, a MOL 11.965, az OTP 4.712, a Richter 3.850, a TVK pedig 4.933 forintba került egy órával a tőzsdezárás előtt. Délután 5 órakor a hivatalos index a BUX 18.724 ponton állt. Jönnek a legfontosabbak még egyszer röviden. A hősökre emlékeztek március 15-én Gyöngyösön. 22 millió forint esélyegyenlőségi programokra. 90. születésnapját ünnepelte Réffalvi Klára. Ez volt az aktuális hétfőn, jövünk majd friss információkkal holnap is, addig olvassák el híreinket a www.gyöngyöstv.hu oldalon. Minden jót, a viszontlátásra!